A kormány szerint soha nem látott mennyiségű pénzt fordítottak a járvány miatti válságkezelésre és a munkahelyek megtartására. A bírálók viszont azt állítják, leginkább a kormány közeli üzletemberek részesedtek a plusz forrásokból. Zoomon kapcsoljuk Csikán Attilát. Itt van már velünk Csikán Attila, közgazdász, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, az első Fidesz kormány gazdasági minisztere. Jó estét kívánok, köszöntöm! Jó estét kívánok, kedves csokolom! Kezdjük az elmúlt évvel, és aztán majd beszélünk természetesen a jövőről is. Hogyan értékelni a kormány válságkezelését először összességében? Hát volt gazdasági miniszterként, osztályozhat is, gyorsan mondjon egy jegyet, hányast adna? Nem lehet egy osztályozatot adni, legalább kettőt, egyiket a gazdaság szempontjából, másokat pedig a társadalom egész a szempontjából. A gazdaság szempontjából adnék egy háromnegyedet, vagy hármast inkább. A társadalom egész a szempontjából sajnos még gyengébb osztályozatot kell adnom. Tehát mondjuk elégséges. Erről ön beszélt egyszer tavaly áprilisban, hogyha én jól emlékszem, akkor ugyanezt mondta, hogy az arányokat kellene megtalálni a mostani válságkezelésben, mert hogy ilyet a világ még nem látott, aki ma született, az nem látott ilyen válságot, nem látott ilyen járványt, és igazából nem az a kérdés, hogy humánum szolidaritás vagy gazdaság, hanem ést kell tenni a kettő között, és a kettő között kell a politikának az arányt megtalálni. De akkor mégiscsak kellene egy köztes osztályzat is, most nem kérek egy jegyet, na de akkor ezt az arányt hogy találta meg a magyar kormány? Hát a gazdaság tulajdonképpen nem szenvedett meg jobban, mint ahogy azt várni lehetett, és hát ezzel kapcsolatban a kormány folytatta lényegében azt a gazdaságpolitikát, amennyire a körülmények megengedték, amelyet korábban tapasztaltunk tőle. Tehát igyekezett fenntartani a növekedést, és hát annyi beruházással, illetve támogatással élni, amennyi a gazdaságnak a visszaesését legalábbis mérsékelte. Tehát ebből a szempontból azt hiszem, hogy ez a közepes osztályzat, ez megfelelő. De a szociális válságon tudott-e volna jobban segíteni? Miért volt ennyire szűkmarkú a kormány? Miért nem emelte például az álláskeresési járadék idejét legalább 9 hónapra? Milliószor kérték közgazdászok is, egyébként az ellenzék is kérte ezt. Miért nem emelte ennek az összegét a járvány idején? Ugye mindig az a kritika éri a kormányt, hogy nem törődött a legrászorultabbakkal ebben a válsághelyzetben. Hát sajnos ugye ezt alá tudom én is támasztani. Hát a miért kérdésével kapcsolatban ugye vissza kell térnünk egy kicsit a gazdasághoz annyiban, hogy ugye végül is az erőforrások korlátozottsága az eldönti, hogy mire fordítsunk nagyobb, mire fordítsunk kevesebb pénzt az adott lehetőségeken belül. És a kormány ugye azt választotta, hogy a gazdaságnak a fenntartására nagyobb összegeket, jelentősebb összegeket fordított, relatíve, hangsúlyozom, mint amennyit a szociális helyzetnek a javítására lehetett volna. De itt kénytelen vagyok előre menni egy kicsit, és mondott, hogy a jövőről beszélünk majd. Ugye itt az igazi probléma az, hogy azok a szociális intézkedések, amelyek elmaradtak, illetve amiknek a következményeit majd csak a jövőben fogjuk látni, azok lesznek igazán jelentősek. Tehát nem az elmúlt évre vonatkozik a valójában csak ez az értékelés, hanem a hosszabb távú kihatásokra, ami nélkül persze az elmúlt évet sem nagyon lehet értékelni. Akkor ebből a szempontból mit lát, milyen következményeket? Ugye a kormány, amikor erről kérdezik az újságírók, vagy bárki, mindig azt mondja, hogy munka alapú és nem segély alapú társadalmat akarnak építeni, erről az útról még ez a válság sem téríti, vagy térítette le a kormányt. Milyen következményeket lát most a szociális válság területén? Hát nézze, ugye ez a munkaalapú társadalom dolog, ez egy olyan, amit én régóta vitatok, tehát most igazából nem nagyon szívesen mondom el még egyszer azt, amit már olyan nagyon sokszor, hogy ez a 21. század hajnalán, ugye vagy már nem is a hajnalán, hanem reggelén, ugye ez egy alkalmatlan elgondolás egy hosszú távú fejlődésnek a megalapozására. Itt a tudásalapú társadalom lenne az, amire, ha már jelszavakat kell mondani, persze, ami nem kötelező, ugye alapozni kellene, és hát nem látom azokat a nagyon nagy sikereket, amelyeket a tudásalapú társadalomnak a hangsúlyozásával a kormány ebben az időszakban elért volna.
én elismerek egy csomó teljesítményt, tehát nem akarom azt mondani, hogy itt a világon minden rossz, meg rosszabb, mint régebben volt, de azért azt látni kell, hogy azokhoz a lehetőséghez képest, amelyekkel az ország rendelkezett és rendelkezik, azokhoz képest el vagyunk maradva. Most a kormány azt mondja, hogy újra kell indítani a gazdaságot, rengeteg pénzt költenek majd a gazdaság újraindítására, de több közgazdász, például Csaba László is azt mondja, hogy a gazdaság köszöni szépen újraindult, nem kell azt újraindítani. Igazából ugye már jövőre több mint 5%-os GDP növekedést mondanak. Ön mit mond? Már nem számot kérek öntől, hanem hogy újra kell-e valóban indítani a gazdaságot? Hát nyilvánvaló, hogy a koronavírus válság után egy csomó minden meg fog változni, és már meg is változott. Tehát ilyen értelemben az, hogy újraindul a gazdaság magától is, ez egy igazság, és hát ugye ezzel rengeteg ember dolgozik. Itt azonban nagyon alapvető kérdések vannak napirenden, és hát ezzel kapcsolatban nem lehet megkerülni azt a vitát, ami a napokban kirobbant ugye a költségvetési tanács és a kormány között, mert ez éppen erről szól, hogy milyen további pályát képzelünk el magunknak, mit akarunk elérni, mit akarunk befolyásolni a jövőre nézve. És hát ugye itt a kormány szintén folytatva ugye tulajdonképpen egyik vonatkozásban az eddigi politikáját, egy magas növekedési rátát irányoz elő, további magas állami beruházásokkal. Ugye, és hát most már eljutottunk oda, hogy ez ennek a mértéke elérte azt a szintet, amikor a költségvetési tanács és hát mögött a Magyar Nemzeti Bank kénytelen felvenni a kesztyűt és tiltakozni, vagy legalábbis ellenvéleményt nyilvánítani, hiszen ugye súlyos veszélyek fenyegetnek ennek a politikának, ennek a túlnyomásos politikának a következtében. Mi ennek a legnagyobb veszély ennek a túlnyomásos politikának, vagy az, hogy túlságosan nyomja a gázt a kormány? A legnagyobb veszély éppen az a kapcsolatos, amiről beszéltünk, az infláció miatt. Ugye az infláció az szükségszerű velejárója ennek a fajta gazdaságpolitikának, meg úgy általában a gazdaságunk helyzetének is adott esetben. És hát ugye az infláció pedig nyilvánvalóan nagyon-nagyon komoly, kemény hatással van a szociális oldalra. Tehát tovább szakíthatja a társadalmat? Hát az inflációról azt szokták mondani, hogy a szegények adója. Tehát ugye amíg a tehetősebbnek, és minél tehetősebb valaki, annál inkább van menekülési lehetősége a infláció következményei alól, ugye a szegényebb rétegeknek nincsen. És hát ugye ez az egyik dolog, aminek a következményeit, hogyha nem figyelünk nagyon, akkor viselni fogjuk. Uniós pénzekről beszéljünk egy kicsit. Mit lát abból, hogy ami az uniós segélyalap körül történik? Először elkölt a papíron a kormány 5800 milliárdot, aztán mondhatni egyik napról a másikra 2500 milliárd lesz belőle, ugye úgy dönt hirtelen a kormány, hogy 3300 milliárdnyi kedvezményes hitelt nem vesz fel. Miért dönthet így egy kormány tényleg szinte egyik napról a másikra ön szerint? Hát, hogyha ezt elvileg a legmélyebb alapokról akarjuk megközelíteni, akkor azt kell látni, hogy a kormánynak az első számú célkitűzései közé tartozott mindig is a minél nagyobb fokú önállóságnak a megteremtése és megléte. Tehát a gazdaság befolyásolása, ugye abban az esetben, hogyha ezt a hitelt fölvettük volna, akkor nyilvánvalóan az Európai Unió részéről már az eddigiek mellé további hát rosszalásokat váltanak ki, és váltott volna ki, illetve ellenőrizhetővé válik a pénzeknek az elköltése, ami hát nem tartozik ugye a kormány kedvenc szórakozásához. És mit gondol arra, hogy más irányba viszont eladósodunk? Tehát Kína felé, ha minden igaz, 1100 milliárddal, ugye 700 milliárd már fel van véve, a Fudan Egyetem 450 milliárdja csak most jön, vagy készül erre a kormány, akkor miért? Ugye az ellenzék azt mondja, hogy Orbán Viktor nem dönt már erről, igazából Kína diktál, nincsen már szuverenitás. Hát ez talán túlzás, idáig nem jutottunk el, és remélhetőleg nem is fogunk, de az, hogy a mozgásteret csökkenti, az teljesen nyilvánvaló. És hát ez is olyan nagy politikai kérdés, amiben vagy egyetért valaki a kormánnyal, vagy nem, de ugye ennek megfelelően tud állásfoglalni, hogy ez a keleti
kelet felé fordulás, ez mennyiben felel meg a magyar társadalom érdekeinek. Na de mennyiben felel meg? Bocsánat, hogy közbevágok, ugye azt mondja, hogy nem igaz azért az az érv, hogy nincsen szuverenitás. Orbán Viktor felvesz egy hitelt a magyar emberek pénzéből, Kínától, nem a magyar diákoknak, legalábbis biztosan nem a magyar átlag egyetemistáknak. Önnek van például egyetlen érve amellett, hogy ebben a konstrukcióban jó, ha idejön ez az egyetem? Hát én azt gondolom, hogy ez nem egy jó konstrukció. Tehát magyarán szólva érveket persze lehet mondani, mert a dolog sokoldalú, és hát a kulturális sokszínűség meg a magas színvonalú oktatás pozitív érvekként elhangozhatnak. De ebben ez a konstrukció, és hát sem a oktatási szempontjából, sem pedig a finanszírozás szempontjából nem kedvező számunkra. Akkor miért hozhatja, valószínűleg nem jó helyre teszem fel a kérdést, de azért megkérdezem, mint volt gazdasági miniszter, miért hozza ide a kormány, mit kér akkor vajon a magyar miniszterelnök ezért cserébe, mit kap a kormány Kínától, hogy ide engedi ilyen formában, ilyen konstrukcióban ezt az egyetemet? Hát most ugye egy nagyon erős kapcsolatépítés folyik a Távol-Kelettel, elsősorban nyilván Kínával. A beruházások nagy része is, a közvetlen külföldi tőkeberuházások nagy része is most már nem Nyugat-Európában jött az elmúlt évben például, hanem Japán, Dél-Korea és Kína részéről. Tehát a kapcsolatok szorosabbra fűzésének több vonatkozása is van. Ennek az egyik, ez a szellemi vonatkozás is, hogy az egyetemet is ugye ide fogjuk hozni, amelyről hát persze nagyon-nagyon-nagyon keveset lehet tudni, hogy mit fog ez az egyetem itt csinálni, hogy kik fognak itt tanítani, kik fognak ide járni. Én, mint egyetemi oktató szinte semmit nem tudok, de egy dolog biztos, ugye, hogy a kulturálisan azért mégiscsak a kelethez való kapcsolódást szimbolizálja, amit hát a kormány jól fontos. Erről a szellemi vonatkozásról mindjárt, de még egy picit az anyagiakról és a hitelről. Milyen következménye lehet egy ilyen kínai hitelnek? 1100 milliárdos hitelről van szó Kína felé. Hát ugye a hiteleket vissza kell fizetni, ehhez forrást kell teremteni, és ezt a forrást majd máshonnan kell elvenni. Tehát én ugye előre tekintve a magyar gazdaságnak a középtávú jövőjét tekintve nem vagyok optimista, mert nagyon sok olyan döntés született az elmúlt időben, és születik napjainkban is, ami kifejezetten terhet ró az utánunk következő generációra. Tehát akiknek majd ezek a hitelnek a forrásait ki kell munkálniuk. Persze a kormányzatnak az optimista alapállása az, hogy a hatékonyság növelése révén ezeket a forrásokat elő fogjuk teremteni. Ezt azonban már, mint technikailag képzett közgazdász mondom, hogy azért nem olyan nagyon látszanak azok az erőforrások és azok az alapok, amelyek erre utalnának, hogy ez sikerül. Még egy dolog az egyetemekkel kapcsolatban. Néhány hete a Reuters idézte önt. Azt mondta az egyetemek átalakításával kapcsolatban, hogy ami most történik, az a miniszterelnök által 2 éve meghirdetett ideológiai harc része, hiszen a hatalom nem is titkolja, hogy a politika és a gazdaság után rá akar telepedni a tudományra és a kultúrára is. Akkor ön szerint ideológiáról van szó, és nem pénzről? Ugye az ellenzék azt mondja, hogy a vagyon, az állami vagyont viszi ki a Fidesz ezzel az átalakítással. Ön szerint ez inkább ideológia? Hát az adott esetben természetesen mind a kettőnek van egy bizonyos szerepe. A vagyonkivétel ugye az a kormány államközpontú társadalomépítésének a része, amit hát minden más fórumon is tapasztalunk, hogy az állami szerepvállalásnak a növelését próbálja meghatározott keretek között megvalósítani, ami adott esetben éppen úgy néz ki, mintha ez egy intézmény szabadulás lenne az állami csatornákból, azonban valójában ez nem így van, ezt most nagyon hosszú lenne kifejteni, de az a dolognak a lényege az, hogy pénzügyileg pedig hát ugye jelentős összegeket ígér a kormány ezeknek a felsőoktatási intézményeknek. Ez sem egészen látszik, hogy ahonnan fogjuk előteremteni, különösen után, hogy... Ígért múlt időben uniós pénzből, így van. Így van, így kellett volna mondani. Lejárt az időnk, egy utolsó kérdés, ha jövőre kormányváltás lesz, mivel találja szemben magát az ellenzék, milyen vagy mekkora mozgástere lesz, meg tudja ezt most mondani?
Hát fokozatosan lehet a gazdaságot egy kedvezőbb pályára állítani, tehát nem fog rövid idő alatt megvalósulni egy nagy fordulat, és én óvnám is az ellenzéket attól azoktól az ígéretektől, amiket persze választás előtt nagyon nehéz kivenni a közbeszédből, hogy gyors változások lesznek, mert sajnos sem a gazdasági, sem pedig a csak részben érintett társadalmi változásoknak a folyamata nem engedi meg azt, hogy ez nagyon gyorsan végbe menjen. Csikán Attila, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen, én is viszontlátásra. Én pedig kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, holnap is lesz egyenes beszéd, akkor is tartsanak velünk, viszontlátásra, jó éjszakát!